Szakad a Jobbik, kilépett az országgyűlési frakcióból, valamint a pártból is Bencsik János. A képviselő szerint az egyik ok, hogy az új elnök Jakab Péter bosszú hadjáratot hirdetett a párton belül. Politikai szempontból talán ennél is fontosabb lehet Bencsik János második indoka. Állítása szerint Jakab Péter azt mondta egy frakcióülésen, hogy hagyják a nemzetpolitikai témákat, mert azok megosztóak, és akadályozzák, hogy a Jobbik meg tudjon felelni a baloldali szavazóknak. Ez az erkölcstelen és önpusztító politikához továbbiakban nem vagyok hajlandó asszisztálni. A Jobbik új vezetése, különösen a pártelnök Jakab Péter, politikailag kasztrálja a pártot. A többi között ezzel indokolta távozását a Jobbik budapesti elnöke. Bencsik János szerdán közösségi oldalán videóüzenetben jelentette be, hogy kilép a pártból, és független képviselőként folytatja a munkát. Hogy a teljes önfeladás se nem hiteles, se nem taktikus. Elmondása szerint döntésében az is szerepet játszott, hogy a pártelnök Jakab Péter a párt frakcióülésén azt mondta, a továbbiakban a Jobbik nem foglalkozik nemzetpolitikai témákkal, mert az hátráltatná a megfelelést a baloldali választóknak. Hogy február 5-i frakcióülésünkön maga Jakab Péter jelentette ki, hogy a továbbiakban nincs szükség nemzetpolitikai és emlékezetpolitikai témákra, mert ezek megosztóak és akadályozzák a baloldali szavazóknak való megfelelést. Azt a politikai irányvonalat, amely a Jobbikot egy önálló arcél nélküli, jobboldaliságát felvállalni szégyellő párttá teszi, elfogadhatatlannak tartom. Szerinte a Jobbik csak akkor maradhatna hiteles, ha saját táborát is képes lenne megtartani, ez azonban nincs így. Arról már a Jobbik tisztújító kongresszusa előtt is szivárogtak ki információk a pártból, hogy Jakab Péter megválasztását többen ellenezték, mert úgy vélték, ez a balliberális pártokkal való összeboruláshoz vezet. Sajtóhírek szerint az egyik ilyen érdekcsoport Szávai István köre volt, ahová Bencsik János is tartozott. 22 bátor harcos, titokban. Hát, egy hétfőn kiszivárgott felvételen a többi között őt is árulónak nevezte Jakab Péter. A pártelnök ezen azt is bevallotta, belső viszályok terhelik a pártot. A hangfelvétel nyilvánosságra kerülése után Jakab Péter azt mondta, az árulónak nevezett képviselők továbbra is a pártban maradhatnak. Azt ígértem, hogy mindenki tiszta lappal indulhat. Ezt még néhány órával Bencsik János bejelentése előtt a Jobbik egyik országgyűlési képviselője is megerősítette, hozzátéve, hogy nem tart a pártszakadástól. Nálunk nincsen megszabva az, hogy mi kivel mit mondjunk és kivel dolgozzunk együtt. Jakab Péter és Gyöngyösi Márton politikai bosszú hadjáratot hirdetett mindazon jobbikos vezetők és munkatársak ellen, akik nem az ő csapatukat erősítették. Bencsik János ellenben úgy látja, bosszú hadjárat indult a párton belüli kritikusokkal szemben. A Jobbik hivatalos közleményben reagált. Azt írták, az elnökség tudomásul veszi Bencsik János döntését, és folytatják azt a politikát, amit elkezdtek. A Jobbik volt budapesti elnöke a sokadik országgyűlési képviselő, aki otthagyja a pártot a 2 évvel ezelőtti parlamenti választás óta.